Focigálával ünnepelte Martonvásár az újonnan épült Horváth Ottó sporttelep átadását október 22-én. A gálán a hazaiak mellett Bicske, Érd, Ercsi és Vál csapatai léptek pályára a szép őszi időben. A 364 millió forintból megvalósított beruházás keretében az új sportközpont épülete mellett nagyméretű műfüves pálya, automata öntözőrendszer, valamint parkoló is épült. A szükséges forrásokat a város képviselőtestületének főként vállalkozások társasági adófelajánlásával sikerült előteremteni. Azt kell mondanom, hogy elsőként a közösségé a dicséret, hiszen az ő elhatározásuk álmaik nélkül egy ilyen beruházás nem valósulhatott volna meg, és nyilván azzal az önerővel, amelyet az önkormányzat biztosított, és az adótámogatás, amit a helyi vagy környéki vállalkozások adtak. Egy ilyen közös munka eredménye lett az, hogy egy ilyen fantasztikus objektum megépülhetett Martonvásáron. A társasági adókedvezmény rendszer keretében most már 1000 fölött van azoknak a pályáknak a száma, amely megépült Magyarországon. Tehát egyértelműen sikertörténetről beszélhetünk. Az első 5 éves ciklus lezárult, az Európai Bizottsággal most folyik az elszámolás és a tárgyalás az újabb 5 éves ciklusról, amit én nagyon remélem, hogy meg is fogunk kapni, és ez azt jelenti, hogy 2016 és 2020 között folytatódik a lehetőség annak, hogy ilyen és ehhez hasonló fejlesztések valósuljanak meg Magyarország településein. A nemzeti színű szalagot a város képviselői mellett Tesszeli Zoltán országgyűlési képviselő és a Magyar Labdarúgó Szövetség nevében Nyilasi Tibor egykori válogatott labdarúgónk vágta át. Irigylem a gyerekeket, hiszen annak idején nem voltak ilyen lehetőségek, de hát ilyen világban nem is megtapsoljuk őket. És egyetlen egy mondat a gyerekek felé, nyilván azért futballoznak, hogy jó futballisták legyenek, de nem lehet mindenkiből labdarúgó. Én azt kívánom neki, hogy a futballtudás nem, de a játék szeretet a kötelező legyen. Az ünnepség díszvendége a névadó Horváth Ottó családja volt. Én szeretnék még egy nagyon fontos dologért köszönetet mondani. Azért a bátorságért, amellyel Martonvásár önkormányzata kiválasztotta ennek a sportközpontnak a névadóját. Martonvásári lévén talán tőlem elfogadható, hogyha én úgy értékelem, hogy ma Horváth Ottóról bármilyen közintézmény elnevezhető lenne ebben a kisvárosban. Hiszen Ottó a rendszerváltást követő 2 ciklusban minden közösség alkotó szereplővel közvetlen baráti kapcsolatot hozott létre, és minden közösséget támogatott, ahol lehetett. De én mégis úgy gondolom, hogy ő is ennek örülne a legjobban, hiszen a sport volt mindig a szíve csücske, sportolóként is, településvezetőként is, és ennek a klubnak a 10 éves elnökeként. Én gratulálok, és a családnak is, hogy nem voltak elszerények, és nem akadályozták meg ezt a törekvést. Martonvásár igazi foci ünneppel vette birtokba a sporttelepet. A délelőtt a gyerekeké volt. Az U7, U9 és U11-es csapatok utánpótlás torna keretében mérkőztek. A legjobbak Nyilasi Tibortól kaptak apró ajándékot. Délután Martonvásár és Érd U17 és U19-es csapatai küzdöttek. Ezt követték Bicske és a hazaiak felnőtt játékosai. Ott van, gyönyörű! A gálát a helyiek és a fradi öregfiúk csapatának összecsapása zárta. A gólokban gazdag mérkőzés végül döntetlennel zárult.